Így készül a Paszabi Szőttes. A 11. Paszabi Szőttes napokon a település bemutató házában bárki megtekinthette a jellemzően fehér vagy nyers alapon készülő, piros, fekete vagy kék színezéssel, virágmotívumokkal díszített szőttest. A faluban nagyon fontos ez a rendezvény és a hagyományok ápolása. Egyrészt az értékek megőrzése, a másik pedig, hogy azért is nagyon fontos, ez látható is, hiszen ebbe az évben fordult elő először, hogy meg kellett ismételnünk, mert ugye nagyon rossz időnk volt a nyár folyamán, amihez már hozzá van szokva a megye lakossága, de ez a mai nap is önmagáért beszél, hiszen látjuk azt, hogy valóban várják az emberek ezt a szőttesnapot, és igenis a helyi értékeket itt most be tudjuk mutatni, nem csak a paszabi szőttest, hanem ami a rétközben is nagyon sokat jelent itt a rétközi embereknek, legyen az gyöngyfűző, fafaragó vagy pedig csuhébábú készítő. A megnyitó rendezvényen a szőttesnapok fővédnöke, Szijjártó Nagy Szilvia elmondta, a csodák környéke ez a vidék. Nem csak a természeti és földrajzi adottságai, hanem az itt élő emberek szorgalma és néphagyományai miatt is. Napjainkban olyan gyorsan változik a világ, hogy ebben a rohanó világban kellenek a biztos pontok, és kellenek a hagyományok, és én azt gondolom, hogy ez a paszabi szőttes és a 11. paszabi szőttesnapok pontosan ilyen. A Hungarikummá vált szőttesen kívül a település főutcáján a látogatók a népművészeti vásárt és kiállítást is megtekinthették. Egy olyan hagyományt ápolunk és adunk tovább a következő nemzedéknek, amely Hungarikum, amely egyedi, amely rányomja a bélyegét a település mindennapjaira is, hiszen ma ünneplünk a paszabi szőttes napokon, és tulajdonképpen nem csak, hogy át kell adni, meg is kell védeni ezt a kulturális identitást, hiszen mi magyarok vagyunk, magyarul beszélünk. A történelmünk arról tanúskodik, hogy sokszor voltunk nehéz helyzetbe, és mindig sikerült megvédeni az ország határait. A rendezvényen a sztárvendégek mellett a környékbeli és helyi nyugdíjas csoportok kulturális műsorral szórakoztatták a közönséget.